Luca, elmondta neked, hogy mi ez itt körülöttünk, ez a sok minden? Vagy inkább mi, és akkor... Hát kérlek szépen, ez egy díszlet, ami éppen még készülőben van. És amit látható, elég nagy. De ezt nem mutathatjuk meg a nézőknek, mert ez a darab közben fog egyszer csak előkerülni a semmiből, és ezt meglepetésként gondoltuk. Jó, hát akkor ne fordulj meg a kamerával. És amik ott lenn vannak, amiket szintén nem mutathatunk meg. Hát most már... Hát az majd kikockázod, vagy nem tudom, jó? Hát ez majd oda kerül. Tehát ugye még készülőben van az egész. Nyugodtan járd össze, persze. Jaj, bocs. Jó, ez az otthonotok most. Hát az enyém. Hát az a szabaikat is én meg ide szoktam jönni próbálni, mert még jelenleg a színházteremben nincsen fűtés. De most már hamarosan tudunk ott is. Mert hogy hol vagyunk most? A patyolat próbaüzemben vagyunk. Mi próbaüzemben vagyunk abszolút, már mióta őszóta próbáljuk ezt az előadást. Közben meg a kirkét is játsszuk. Ott hagytuk abba pár hónappal, 8 hónappal ezelőtt, már megnéztem ezt a videót, jó genészest, a romszínházas, hogy ott álltunk a rom közepén. Látjátok, hogy ez a, mondhatni, hogy a művészetek palotája stílust próbáltuk. Hogy a fenében egy belemni? Ott ott áll a Manuel-estér az udvaron, és kerestünk helyet, hogy hol végezzük tovább a színházi tevékenységünket. Nem egy háború. És ennek a videónak a hatására kerültünk egyébként ide, mert ezt látta a patyolatnak a vezetője is. Eladtál! Én korábban megkerestem őt, de ennek a videónak a hatására jelentkezett, hogy hát itt van a patyolat is, hogy itt minket végül is szívesen látnak. A hasznos faanyagokat elviszik, a vasakat elviszik, csak a ház marad. És a házzal mi lesz? Na mi lesz? Lebontják, van rá bontási engedély. Új ház fog ide épülni, a palota negyedbe, az NKA-hoz közel. De akkor nem ez a színházi tér, ahol az ágyból lehet egy teljesen beépített színpadot nézni. Várja, ki is próbálom. Persze, nyugodtan. De gondolkoztunk rajta, egyébként a Bádog Elefánt az itt lesz ebben a szobában. Tényleg? Majd áprilisban, igen. Áprilisban fogom felújítani. Ja, itt lesz a kádat. Felhozzuk akkor... a kádat ide, igen. Mert az a színászteremben van, majd oda is elmegyünk menni. Megmutatom a patyolatot. Most is a patyolatban vagyunk. Ez a törölköző nem patyolat tiszta, mert tiszta a festékes. De most akkor... Megyünk. Gyertek. Most ezt lekapcsolom. Átmegyünk a színházba. Mindig is az volt a vágyam, hogy a színházban alakul. Hát, hogy milyen szépen. Most sikerült elérni ezt az állatunk. Szóval az ember reggel fel kell, megissza a kávéját, majd elindul munkába. Nem kell tömegközlekedni. Csak végig megyünk itt. Ó, múzsák! Megjöttem! Hallom! Nem vagy éhes, kérdezték a múzsák! Éhes vagyok! Folyton éhes! Válaszoltam! Mi fogyasztók vagyunk! Az élet színvonal megszállottság melléktermékei! Nincs világháborunk, sem válságunk! A mi háborunk, szellemi háborunk! A mi válságunk! Az életünk! Milyen érzés, amikor három mesztelen férfi disznómaszkokban rád mászik a kirkén kellős közepén? Hát a kirkének milyen érzés, vagy a pusztai utcának? Mert milyen a kirkének és milyen a pusztai utcának? Hát így mondanám, hogy addigra már egy olyan, ha sikerül, egy olyan állapotba kerülök, mint kirké, hogy nem... tudok arra gondolni, hogy ez esetleg mi civilben nekem mit okoz. Tehát az egy nagyon fontos jelenet, igen. És nagyon jól tudom felépíteni abból a végén azt a monológot, amiben lezáródik az egész sztori. Van sok szeretőm. Szeretem.
Nevelem őket. Sikoljuk. Nézzük őket. Kérek szépen. Hát ez a patyolatnak a büfé része, és akkor itt átlépünk a színászteremben. Azért sokkal impozánsabb, mint ami a Kőfaragó utcában volt a művészetek palotájának csúfolt kis lúgban. És egészen pontosan milyen előadásaitok lesznek most itt és mikor? Hát a Kirkével kezdjük a tavaszi szezont, február 25-én. És utána pedig jön az új premierünk, a Senki sem mer egyedül élni című. Esendő tervek, felvonásban. Mű, amit hát nagy részt én írtam a Lucca közüzeműködésével és inspirációjával. Ebben két szereplő van, férfi, nő.